Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, városunkba is megérkezik a Húsvét, vele együtt a húsvéti programok, akkor már a Mi Kulturális Kft. Is számos programmal készül majd Húsvét vasárnapján. Hajnal Dóra rendezvényszervezővel beszélgetünk, akkor már a Mi Kulturális Kft. Ügyvezetőjével, mivel várjátok a komáramiakat Húsvét vasárnap, és mikortól kezdődnek majd a programok. Március 31-én fogjuk a világi szokások szerint megtartani a húsvéti ünnepünket. A közösségi ház helyszínt választottuk annak okán, hogy ez egy biztonságos terület, hogy a kerítéssel védett és határolt, úgyhogy ide várjuk majd a családokat vasárnap reggel 9 órától egészen délig. Eddig tart majd ez a kis kavalkádunk, amelyben igyekeztük a családokat megszólítani. Már a reggeli óráktól kezdődően egy népi fajátékpark várja az udvaron a gyerekeket és a családokat, illetve bent a közösségi ház nagy termét is kihasználjuk majd, hogy játékosan töltsük ezt a délelőttöt együtt. Lesz az udvaron még egy fotófal is, Józsi Judit kolléganőnknek köszönhetően egy fotózós rész is várja majd a ideérkezőket. Természetesen a húsvét jegyében áll majd fel ez a kis természetes fotófalunk, illetve kint az udvaron még népi vásár, a helyi termelők és kézművesek jóvoltából lesz egy kis portéka a piac. Bent a nagy teremben szintén várhatók majd játékok, asztaloknál mindenféle társas, illetve fajáték. Lesz kézműveskedés is. A húsvét jegyében 11 órától használjuk ki a színpadot. Igazi nyuszikkal találkozhatnak-e majd a gyerekek? Igen, lesznek igazi nyuszik is. Felnel Tibor jóvoltából érkeznek nyuszik majd a húsvétunkra. Méltán népszerűvé vált csoki keresés is megvalósul majd, úgyhogy lesz egy kicsi kicsiknek kialakított pálya, illetve a nagyobb, a gyorsabb lábú gyerekeknek is. 11 órától az Iszkiri zenekar szórakoztatja majd a családokat. Kötötte bármilyen regisztrációhoz az a rendezvény, vagy vártok mindenkit, ahogyan érkezési sorrendben jönnek majd? Természetesen bárkit várunk szeretettel, regisztráció nélkül. Annak örülünk majd, hogyha minél többen eljönnek a komáromi családok. Már csak azért is, mert tényleg igyekeztük ezt egy kicsit így a közösség oldaláról megszervezni ezt az eseményt. Tehát, hogy ez egy nagy közösségi együttlét legyen, amelyben mindenki talál magának egyrészt programot, illetve lehetőség lesz majd a kötetlen beszélgetésre, és hát táncra, vigadásra is. Ugye húsvét vasárnapja most a hónap utolsó napjára esik. Belemehetünk-e az áprilisba, milyen programok lesznek majd még Komáromban? Természetesen április első hétvégén a komáromi kalákkal kecsegtet, és ugyanez a klub sorozat majd április 13-án a női vonallal folytatódik, ahol a egyébként időszerű iskola látogatásnak, az iskola érettséggel kapcsolatos tanácsokat kaphatnak az édesanyák, szülők. Április 20-án pedig második alkalommal lesz sakklub Berkeinkben, a Generációk házában. De egyébként ugye április hónapban az egyik legkiemelkedőbb ünnep, a költészet napja lesz számunkra, amikor is a gyerekekre is gondolunk, tehát lesz egy óvodásoknak meghirdetett mintapinty. Ez a zenekar ugye megzenésített versekkel érkezik majd a kicsiknek a szórakoztatására, annak okán, hogy közelebb hozza a verseket, az irodalmat és a zenét is a gyerekekhez, illetve április 10-én, tehát megelőzve egy nappal a költészet napjának időpontját, Kálói Molnár Péter és Juhász Izsák lesznek majd a komáromi közönség szórakoztatására Porondon, a Jókai moziban. De egyébként ugye tudni kell, hogy áprilisban tartja majd a város a kitelepítettek emléknapját, természetesen koszorúz majd a városvezetés, illetve emlékműsorral is készülnek. A hó végén érkezik majd a Generációk házába komáromiak galériája sorozatban egy nagyon nívós kiállítás is. Matyus Dóra grafikus művész lesz a vendégünk, aki április 22-én nyitja meg majd a tárlatát, és a hó vége pedig már a komáromi napok programsorozatról szól. Számtalan program, számtalan rendezvény, hol érdeklődhetnek, hol kaphatnak információkat a programokkal kapcsolatban az érdeklődők? Több fórumon is, több lehetőség van a programok iránt érdeklődni. Egyrészt ugye szeretném szíves figyelmükbe ajánlani Komárom város Facebook oldalát, illetve természetesen a Komáromi Kulturális Kft.-nek is van saját Facebook oldala, amelyet nem csak látogatni, követni is lehet, úgyhogy erre buzdítok mindenkit, aki szeretne napra készen a programokról tájékozódni, és te tudni kell, hogy a Jókai téren is felállítodott korábban már egy hirdető tábla, ahol az összes
rögzített havi programok megtalálhatók, de természetesen a Komáromi Város Marketing oldaláról is többféle csoport, ahol lehet tájékozódni, és hát érdemes figyelni a Komáromi Televíziót is, mi mindig ellátjuk hírekkel ezeket a fórumokat. Egyébként megtalálhatóak vagyunk a székhelyünkön, a Generációk házában. Akkor mondjuk még egyszer a legközelebbi rendezvény időpontját. Városi Húsvét március 31-én 9-től 12 óráig, tehát ebédidőig a Közösségi Házban várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel és sok-sok meglepetéssel.